Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek! Évközidő 25. vasárnapján a Szent Misét elhunyt Ferencért, feleségért, Máriáért, nagyszülőkért ajánlom fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jó, a mindenható Istennek, ti is nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy végem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és ideket testvéreim. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, megbocsátván bűneinket, vezessen el az örök életre. Istenünk, te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze, add, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre. Mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
olvasmány a bölcsesség könyvéből. A gonoszok így beszélnek az igaz emberről. Lássuk hát, igazak-e beszédei, figyeljük meg, mi végre jut. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten az ő pártjára kell, és kiszabadítja ellenségei kezéből. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk őt, hogy megismerjük szerítségét, és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra, hiszen azt mondta, ő Isten oltalmában részesül. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Jakab leveléből, szeretteim, ahol irítség és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el és gazdag termést hoz, nem résztrehajló, nem képmutató. Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremnek. Honnan vannak háborúságok és veszekedések köztetek? Nem de onnét, hogy bűnös vágyak igyekeznek uralomra jutni tagjaitokban? Kívántok valamit, és nincs benne részetek. Öltök és irigykedtek, de semmit sem tudtok elérni. Harcoltok és háborúskodtok, de nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek azért, hogy bűnös vágyatokban elpazaroljátok. Ez az Isten igéje.
Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán, de Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik, az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. Ezután Kafarnaumba értek, amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a 12-t, és így szólt. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, s mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik, aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása. Krisztusban, kedves testvérek, két vasárnappal ezelőtt elmélkedtünk arról, hogy Jézus hogyan tanított, és mondtam azt, hogy a templomokban, ugyanúgy, mint az egyetemeken, az ókorban, ha valaki egy nagy beszédet tartott vagy oktatott, akkor megvolt a katedrának a helye, tehát a széknek. Azért hívják a székes egyházakat más néven katedrálisnak, mert a tanítói szék a püspöknek ott van benne. Az egyetemen is, vagy emlékszem a gimnáziumban, a nagy fizikai előadóban tanárnak volt egy hatalmas nagy katedra, de a katedra nem az asztal volt, hanem a széke. Jézus ezért érdekes módon tanított többféleképpen, taníthatott úgy is, hogy leült a tanítványok közé, és úgy mondott valamit, vagy peripatetikus módon, mint az ókori görögök, hogy járkálva, sétálgatva tanította mondjuk, mint Szokrátész a tanítványait, vagy úgy, hogy letelepítette a tömeget, Jézus állt, és egy hatalmas beszédet mondott el, például a nyolc boldogságnak a beszédét, síksági beszédet, úgyhogy többféleképpen tanított, és most is az történhetett, hogy Jézus előre beszélt már az ő haláláról, meg az elkövetkező éveknek majd a gyümölcséről, hogy mi fog vele történni, hogy meghal, de harmadnapra feltámad, és a hallgatóság, mint a legtöbb fizika órán mi is, semmit sem értettek belőle. Sőt, volt olyan, hogy Péter is megbotránkoztatta Jézust, amikor egy bizonyos probléma felvetésnél rosszul válaszolt, ezért mondhatnánk azt, hogy a tanítványok már féltek rákérdezni Jézusnál azokra a pontokra, amikről lövésük sem volt, hogy miről is van szó. Ezért meg se osztották Jézussal már, hogy miről tanakodnak, hanem Jézus észrevette, hogy ezek beszélgettek valamiről, tanakodtak. És hozza a mi evangélium fordításunk, hogy azon gondolkoztak, hogy melyik a nagyobb, melyik a legnagyobb a tanítványi sereg közül. Beszéltem arról, hogy Jézusnak többféle tanítványi köre volt. Volt a 12 apostol, volt egy 70 tanítványi kör, és volt még nagyobb tanítványi sereg. Tehát ugyanúgy, mint egy cégvezetésen belül megvolt ez a hierarchia, hogy kik tartoznak konkrétan a maghoz. És a 12-es mag, a küldötteknek a legbelsőbb magja tanakodott, hogy melyik a nagyobb. Egy másik bibliafordítás azt mondja, hogy azon tanakodtak, hogy ki a rabbi közülük. Ugye a zsidóságban a rabbiság volt, a rabbinátus volt az, aki a szent szövegeket magyarázták, végezték a körülmetélést, ilyen tanítók voltak, és az volt a menő tanító, akinek voltak tanítványai. Úgy, mint a mi egyetemi rendszerünkben, de talán a 20. században nagyobb divat volt, hogy a egyetemi tanárok vagy híres tanítók szereztek maguknak belső kandidátusokat, vagy szereztek maguknak belső tanítványi köröket, ilyen különböző rendezvényeken, vacsorákon, tea délutánokon a menő professzorok maguk mellé vették a diákokat. Ezek meg azon versenyeztek, hogy kinek van nagyobb tanítványi köre. Úgy, hogy igazából Jézus a legfőbb tanító, de egymás között versenyeztek. És Jézus elmondta, hogy nem erről van szó, nem ez a lényeg, hogy ki a nagyobb. Mert valljuk be őszintén, hogy annyiszor keressük azt, hogy mi mitől vagyunk boldogok. Troyce Adamnek van egy ilyen kör elmélet, amiben bele van téve, hogy az emberek mitől érzik magukat stabilan, és hozza a körcikkenként, hogy attól vagyunk stabilak, hogyha jó munkahelyünk van, rendezett családi állapotunk van, megvan a belső békénk, emocionálisan rendezettek vagyunk, az intelligencia részünk is jól működik, értünk a világban valamihez,
megtaláltuk a helyünket, egy hatalmas körcikket hoz, de a körcik közepén van egy lényeges rész, ami külön kört alkot. Az, hogy az embernek legyen spiritualitása, mi keresztények inkább azt mondjuk, hogy legyen az embernek hite. Mert hogyha valamelyik nem működik, hogy nem vagyok sikeres a munkahelyemen, a családom éppen nem úgy működik, ahogy én azt elképzeltem, vagy van valami gigszer, nekem akkor is élnem kell, nekem akkor is működnöm kell, hogyha a nagy kerek egész nem forog jól, ha az életem kereke nem forog jól, nekem akkor is létben kell lennem, és nem dőlhetek össze. Jézus arra hívja fel a figyelmet, amikor azt mondja, hogy a gyermekeké a mennyek országa, az ilyeneké a mennyek országa, hogy ti ne azon versenyezzetek, hogy ki a nagyobb, kinek van több tanítványa, a mikorunkra lefordítva, kinek van nagyobb szakmai sikere, ki elismertebb, kit ismernek fel az utcán, kinek köszönnek előre, kinek mennyi van a bankkártyáján, meg mit tudom én. Nem ez a boldogság. Battyányi Stratmann László orvos hagyta meg gyermekeinek azt a gondolatot, hogy tudjátok, akkor lesztek boldogok, hogyha a másik embert szolgáljátok. Jézus a kereszténységben a szolgáló szeretetet hirdette. Ahogyan gyógyított, tanított, nem önérdekű volt, nem magának akart institucionalizált egyházat alapítani, nem magának akart bűvkört teremteni, hanem másokért akart tenni. Az összes nagy szentünk így lett szent. Nem azért, mert büntelenek voltak, vagy hibátlanok voltak, hanem azért, mert másokért tettek. Assisi Szent Ferenc, Teréz anya, klasszikus példa, hogy az a kis asszony másokért adta az életét. Másokat gyógyított. Akkor kanonizálunk valakit egyik oldalról szenté, amikor megvan ez a végtelen szolgáló szeretet. És ott van a gyermeknek a példája, hogy ilyeneké a mennyek országa, mert milyen egy gyermek? Ki van szolgáltatva? Egy gyermek, hogyha az anyja meg az apja nem gondoskodik róla, nem teremt egzisztenciát, meghal. Nem tud életben lenni. És mégis bennük van az a végtelen, végtelen tisztaság, végtelen szeretet. Fordítva működik az ember, mert amikor kicsi gyermek, ki van szolgáltatva, de a lelke hatalmas. Ahogy felnövünk, a testünk megnő, már akinek, a testünk megnő, a lelkünk meg összezsugorodik. És az lenne a cél, hogyha a lelkünket életünk végén azért minél nagyobbá tennénk, olyan nagyobbá, mint ahogy gyermekként nagy a lelkünk. Mert egy gyermek olyan őszinte, olyan tiszta, olyan nagy lelkű. Ezt a nagy lelkűséget hozza vissza Jézus, vagy hozták vissza a szentek magukban másoknak szolgálni. Pápának is az ókor óta ez az elnevezése, hogy servus servorum Dei, Isten szolgáinak a szolgája. A szolga nem csicskát jelent, meg bénát, meg lúzert, hanem másokért adást. Service. Ha megnézzük az állami rendszerünket, a miniszter is nem azt jelenti, hogy főúr, meg húzzam meg magam, én nem vagyok miniszter. Miniszter azt jelenti, hogy szolga. Szolga, aki az államért van, aki az egyes individumért van. Az állam minden egyes tagjáért lehet az főúr, nemes, jobbágy. Mindenkiért. Én azt kívánom, hogy életünk végén azt a lelket, amit össze tudunk zsugorítani felnőttként, az élet küzdelmeivel, meg minden, azt minél nagyobban kapjuk vissza, úgy, mint ahogy gyermekkorunkban megvolt, mert hogy ezért a gyermekeké a mennyek országa, ilyeneké a mennyek országa, mert a kis embereknek igen, igazán nagy lelkük van. Hiszek az Istenben, minden lakóban állat, mennek és örnek, minden láthatóan és láthatatlanak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istenek szülött fiában, aki az atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság világosságtól, valóságos Isten, valóságos Istentől, született nem teremtmény, az Atyában egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a bőségünkért, elszállhatom egy bőr, megtestesítve.
bocsánat, értünk keresztre feszítetté, kínhalált szenvedett és eltemetté, harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a szent lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavában. Hiszek az egy szent, katolikus és apostolikus szent egyházban, ahol az a keresztségre, a bűnök bocsánatára, áldozatot a feltámadását, imádkozzunk testvéreim, hogy szerítség és alázatosság lakjék szívünkben. Add, Urunk, hogy egyházat pásztorai, a szelíd és alázatú szívű Jézus példáját kövessék. Távoztass el a nemzetek köréből minden ellenségeskedést és kíméletlen versengést. Szüntesd meg híveid körében az irítséget és az önzést. Add, hogy családjaink szeretettel fogadják el a gyermekeket, és keresztény bölcsességgel neveljék őket. Add meg, kérünk, sokat szenvedett híveidnek béketűrésük jutalmául az örök boldogságot. Mennyei Atyánk, Te a mindennapi élet megpróbáltatásaival is nevelsz bennünket, add, hogy ezeket szelíd türelemmel vállaljuk, és így kövessük fiat példáját, ki él és uralkodik Isten mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom s a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig s mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmában adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, s nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged Krisztus a mi Urunk által, ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjük.
vagy Istenünk, s méltán dicsői téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz, s megszentelsz mindent, s népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak, kinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, segyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, s neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, sígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, fölment a mennybe, s második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, add, hogy mi, akik az ő testét s vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, dicsőséges vértanúkkal, s minden szentel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, György püspökünket, püspökök testületét, a papságot, s egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélek keletségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várik az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol Isten mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Isten bárányaim, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. Szent mise véget ért, menjetek békével.